A nyár talán egyik legjellemzőbb hangja itt a Tiszán, az a kutyogatónak a hangja, de ez a film most nem erről fog szólni, hanem arról, hogy hogyan lehet picit összekötni a horgászatot a családi nyaralásokkal, a pihenésekkel. Az első helyszín az a leveleki víztározó volt, a leveleki horgászparadicsom, ahova Barta Gabi ismerősömmel látogattam el. Délelőtt volt egy pár óra hosszám arra, hogy kicsit kelgessük a süllőket, aztán megjött a család, és jött a vízisi. Szavaztok, jó reggelt! Indul az újabb horgásznap. Ezúttal a leveleken vagyunk a leveleki horgászparadicsomba. Barta Gabi barátom hívott meg, hogy ameddig a Tisza ennyire meg van áradva, addig jöjjünk el, próbáljuk ki a szonárját, vett rá egy új fejet, azt kicsit tesztelgessük, és próbáljunk meg süllőt vagy harcsát fogni. Hát ez vár ránk ma. Csónak megy a vízbe, aztán irány a horgászat. Milyen a víz? A hallgás nagyon vigyáz. Tényleg jó. Szánkózik az ember. Cuccok berakva. Kicsit másabb, mint a tiszai horgászat. Egy csónakot sétáltatok itt reggel. Ott a vízisípálya a háttérbe. Igen, ma van az első meleg jó nyári nap. Hát nagyon kíváncsian várom, mi sikerül ma horogra csalni. Soha nem horgáztam még ezen a vízen. Első dobás. Hát igen, az igazából az első egy picit mellé ment. Kiveszem? Hát szerintem kiveszem. Hát jó reggelt kívánok. Nem kell sokat várni. Gratulálok! Így sikerült. Figyelj, a csónakban nem pattant meg. Igen. Petinek is sikerült harmadik dobásra megfogni egy jobbacska halat. Hát ilyen vízen még nem forgáztam, hogy dobtunk kötöt, és eddig kettősülő volt idegenesen a csónakba. Nekem ezt a pici
Fox gumit ette meg. Na gyere, hát vissza. Ki is akadt. Engedem is vissza. Adj a kacsit. Ez szép. Merítsen meg. Hát ez már gyönyörű méret. Hány kiló? 2-3 körül. Sötét színű. Ez olyat oda messzelt neki. Na, ennyi volt. Rászóltam, Peti. Bár elment ez a süllőm, de érdekes tanúság volt, ugyanis mikor megnéztem a csalit jobban, akkor vettem észre, hogy konkrétan kinyitotta a kapcsot. Nem volt nagy süllő, szerintem ilyen másfeles lehetett ez is. De a kapcsot egy az egybe kinyitotta. Eszembe jutott, amit annak idején Nagy Gábor mondott, mikor a Rapala filmet forgattuk a Balatonon, hogy sülők azért képesek kinyitni a kapcsokat, és ő rendszeresen biztosított kapcsot használ. Nekem ez volt az első ilyen, hogy felakasztottam a csalit, hogy megnézem, hogy mi a helyzet, és láttam, hogy nyitva van a kapocs. Úgyhogy erre oda kell figyelni. Nem látom a csalidat se. Megnézzük mindjárt. Nem megy, ez lassan megszólal, de az öregeket, amikor itt nézem, hogy kutyogatnak, azért nem szoktak eddig vizesek lenni, meg a jobb combjú csúron víz. Szerintem van pár százezer ütés a kezükben, még nekem szerintem az 5-6% környékén járhatok, de már harcsát fogtam vele. Visszatérve levelekre, egy pár darab sülőt azért sikerült megcsípni ez alatt a néhány óra hossza alatt. Nekem 2 volt, ami kijött, illetve 1, ami lelépett. Gabinak azt hiszem 5 darab süllő került idéglenesen a csónakba. Aztán megjött a család, és mentünk, kipróbáltuk a wakeboardot. Tavasszal forgattunk egy filmet Döme Gáborral a Balatonon, melynek címe Rapid Feeder a Balaton körül volt. Ekkor a szállásunk Keszthelyen az akvárium apartmanházakban volt. Annyira megtetszett ez a szállás, hogy idén, mivel a Covid meg a koronavírus miatt nem nagyon lehetett külföldre menni, nem is terveztünk ilyen utat, elmentünk családostól a Balatonra. A legnyomósabb indok a szállás mellett az volt, hogy biztosítanak jól felszerelt horgászcsónakot, elektromotorral, ráadásul egy torpedó van rajta, valamint ha szükséges, akkor horgásztúravezetőt is.
Mikor ennek elkezdtem utána nézni, akkor kiderült, hogy a horgásztúra vezetője régi kedves ismerősöm, Csiszár Géza, alias Ticsu. Vele vágtunk neki, valamint a fiammal a Keszthelyi öbölnek, hát ha sikerül pergetni fel, fognunk valamit. Az első kapások azok Ticsúnak a horgára érkeztek, valamint az első harcsát is ő fogta meg. Mondta is a fiam, hogy apa, most már bele kéne húznunk, mert nekünk még kapásunk se volt. Nem sokkal később, mint ahogy ezt kimondta, horgomon is volt az első harcsa. Ráadásul, mivel nem nagyon tudtam, milyen felszerelést kell vinni, egy olyan tűspicces botot is vittem magammal, ami a párgrammos jigfejekhez jó, gondoltam egy kis kövesezésre, valamint a fiamnak odaadtam a másik botot, ami egy picit erősebb volt, én nekem a drittikre tűspiccesre érkezett a hari. Csiszár Géza kihozott ide a Balatonra, próbálj meg halat fogni. Ő már egy harcsával bemutatkozott, hogy van itt hal. Most egy újabb területre jöttünk, ahol brutál kapás volt. Lecsapta a kezemből a botot. Mivel azért vékony ezen a zsinór, én nem nagy halakra készültem ezért. Picit puhább a fék a keleténél, de nem nagyon merem erőltetni, mert a kötés felnagyja a harcot. Mert akkor biztos, hogy kikesik beholni a gondolataimat. Egy újabb nyári hal. Bebújtsd a kesztyűbe? Annyit állom. A helyismeret az, ami fotóhatatlan egy ilyen horgászatnál, ami Gézánál megvan, hogy mondta, hogy figyelj, mert itt van egy pár gödör alattunk. A gödör az szerintem jelentett egy 20 cm mélyebb területet, amiben ott állnak a halik. Most pedig itt van a hari. Várjál, hogy látszódjon egy kicsit. Nem volt kérdés, hogy meg akart enni. Íme az első balatoni harcsám. A súlya. Hello! Javában örömködtünk a harcsának, és mostam le a kezemről éppen a harcsanyálkát a kesztyűről, mikor a fiam felkiáltott, hogy megvan, ugyanis ő közben azért nem adta fel, és folyamatosan dobta, és a csónakba emelte az első balatoni kis süllőjét. És még ezt is megvigyázhatjuk a kapcsolatot. Ez a szép volt. A sülő az visszament a Balatonba, a harcsa viszont részt vett velünk egy olyan eseményen, amin annyira azért szerintem nem akart őt megjelenni. Ugyanis Ticsu egy olyan grillvacsorát rittyentett össze nekünk estére, hogy tényleg én, aki nem szeretem halat is, azt mondtam, hogy fú, ez nagyon finom volt.
Úgyhogy azt hiszem, ha az ember jól szervezi meg a programokat, jól tervezi meg a nyaralását, akkor mindig lehet egy kicsi horgászatot is belecsempészni az ilyen túrákba.